Bemutatták ma a Méltányos Átállás Európai Uniós finanszírozású programot, amelyben hat megye vehet részt azok, amelyek felkerültek a legszennyezettebb megyék negatív listájára, köztük Maros megye is. Az Európai Bizottság a múlt hét elején hagyta jóvá Románia esetében az úgynevezett méltányos átállás programot. Ennek keretében támogatásban részesül Gors, Hunyad, Dolz, Prahova, Galac és Maros megye. Az országban ugyanis a károsanyag kibocsátás zöme ebből a hat megyéből származik. Jövő évtől lehet pályázni a széndiokszid kibocsátás és a környezet szennyezés csökkentésére, a munkanélküliség visszaszorítására, valamint a szakmai átképzések szervezésére fordítható összegekre programul operațional are un buget record pentru Record 2,5 milliárd eurós költségvetéssel indul a program, amely befektetések vonzását, munkahelyek teremtését célozza. A résztvevő megyéknek biztosítva lesz egy bizonyos költségvetés, amelyet olyan programok lebonyolítására használhatnak fel, amelyek elősegítik a gazdaság növekedését. Maros megyében a romgáz és az azomúr és vegyipari kombinát szennyez a leginkább, ezért került fel a megye a legnagyobb szennyezők listájára. A romgáz esetében a végéhez közeledik egy nagyméretű projekt kivitelezése, amelynek célja, hogy 40%-kal csökkentsék a széndiokszid kibocsátást egy új hőerőmű üzembe Az azomúr és vegyipari kombinát is egy olyan projekten dolgozik, amelynek révén az üzem által használt technológiákat korszerűsíti. Maros megyének egyébként van egy saját terve is, amelyet önkormányzatok, civil szervezetek és vállalatok képviselőivel közösen dolgoztak ki. A terv fejezetei közé tartozik az úgynevezett zöld és digitális megye létrehozása.